Nem tudta, hogy a bornál számít az évjárat, amíg Egerbe nem költözött. Apukája borát pedig csak a címke különböztette meg az ecettől. Szép Bence, az est moderátora így vallott a borokhoz fűződő kezdeti viszonyáról. Persze ez Egerben átalakult. A hagyományos csütörtök esti borkóstolón az egyik nagy bortermelő cég mutatkozott be. 3 évvel ezelőtt a minőséget állították középpontba. Elhatározták azt is, kialakítanak egy prémium borcsaládot. Az egy közönség számára is be kell, hogy mutatkozzunk. Van egyfajta prekoncepció azért a nagyüzemmel kapcsolatban, ha úgy tetszik, előítélet. Ezt az előítéletet szeretnénk oldani. Legkönnyebben oly módon, hogy közvetlenül találkozunk a fogyasztókkal, és megmutatjuk a termékeinket. Az ostorosi borászat egy új rozét, ezen kívül még 11 féle bort mutatott be. Mindig is a minőségre törekedtem, tehát ez legyen akár kis tétel, legyen akár nagy tétel, mindig az az elsődleges cél, hogy ez a lehető legjobb minőségű legyen. Természetesen vannak szelektált tételeink, amikre még nagyobb gondot oda fordítunk, viszont a, úgymond a tömegtermelésben is próbáljuk folyamatosan a minőséget emelni. A 12 bort a főborász Kis Péter mutatta be. A 2012-es évjáratról azt mondta, rendkívül nehéz év volt, a nagy meleg miatt összeértek a fajták. Vörösborból régebbi évjáratokat is hoztak, 2011-est és 2009-est is bemutattak. Jövő héten lövik fel az egri csillagot. 14-én a szakma már megkóstolhatja a 2012-es évjáratot. Péntektől pedig már a nagy közönség is ítélkezhet. Jobb lett-e ez a csillag, mint a 2011-es.